Jól tudtunk védekezni, és ebből jól tudtunk lerohanni. Tényleg elég sokat tudtunk lőni, ott hál' Isten a Csibe oldalán, ott úgymond üres volt a hely, úgyhogy azt mondom, hogy elég jól tudtunk most játszani. Előre szeretünk volna abban lépni egy picit, hogy a lerohanásokat tudjuk vinni, mert azért mégiscsak azt mondom, hogy az a mi játékunk, úgyhogy azt gondolom, hogy tudtunk előre lépni. Szerintem folytattuk azt, ahol abba hagytuk, egy jól lekezdtük a mérkőzést. Egy jó különbséget tettünk közé, és ezt a végéig tudtuk növelni, tartani. Jól ment a védekezés, úgyhogy én meg jól tudtam hozzátenni a magamét mögötte, úgyhogy örülök neki, és remélem ezt folytatjuk. Kértem, hogy nagyon jól kezdjük a mérkőzést, figyeljünk oda, ne azt nézzük, hogy nem BL meccsen vagyunk, hogy ki az ellenfél, hanem saját magunkra. Megbeszéltük, hogy ki mennyit játszik. Nyilván annak függvénye is volt, hogy a hétvégén mennyit játszott a Budućnost elleni mérkőzésen, és ne felejtsük el, hogy a hétvégén megyünk Vilcsába. Nagyon nagy erőpróba vár ránk, úgyhogy be kell osztani az erőnket, tisztelve az ellenfeled, de azért azt gondolom, az biztos volt, hogy nyerünk. Az nem volt biztos, hogy milyen játékkal és milyen hozzáállással. Én azt gondolom, egy jó mérkőzést játszottunk, el tudtam osztani a feladatokat.